Tolna vármegyében Sióagárdon találkoztak az ország bábos társulatai. A résztvevők maximum 15 perces darabokat adtak elő. Halljátok, erdőlakók! Megszületett a kisfiam! Apuszi, nézd, milyen édes! Ez a picike, nézd meg! Te Anyuszi, ennek a poronynak három füle van. Hát nem lehet, mert a nyulaknak csak két fülük van. 7 bábcsoport léphetett ma színpadra, és az ország nagyon különböző pontjából, nagyon messziről érkeztek hozzánk a csoportok. Éppen most a létavértesi csoportnak az előadását tekinthetik meg a gyerekek, a kiskakas gyémánt fékrajtszáját mutatják be a színpadon, de voltak kisebb-nagyobb csoportok, duók, duettek, szóló bemutatkozások, általában meséket, népmeséket, versesmeséket dolgoztak fel a pedagógusok, azért, hogy megörvendeztessék nem csak a felnőtt, hanem elsősorban a gyermek közönséget, akik nagyon hálásak, és nagyon nagy tapsal köszönik meg a pedagógusok előadását. Úgy gondoltuk, hogy ha a gyermekek szívesen játszanak színpadon, akkor mi pedagógusok se fogjuk vissza magunkat, és ezzel a művészeti ággal mi is próbálkozunk. Szerencsére vannak felkéréseink, mi most Lázár Ervin Virágszemű című produkcióját hoztuk ide a nagy érdemű elé. Mi kezdtük a fesztivál nyitószámát, és nagyon értő és befogadó közönségre találtunk. Valaki sír az erdőben. Nézzük meg, hogy ki az. Biztos segíteni kell neki. Hogyan már, fussunk inkább haza, mint esik az eső. De hát, én is félek. Nem muszáj elmennem megnézni, hogy ki az, aki segítséget vár. A Magyar Bábjátékos Egyesület a tagjai sorában elsősorban pedagógusokat köszönthet. Az a célunk és a feladatunk, hogy a pedagógusokat segítsük abban, hogy minél erőteljesebben és minél gyakrabban, minél magabiztosabban tudjanak bábjátékkal foglalkozni a gyerekek között. Nem csak úgy, hogy a gyerekek báboznak, tehát nem csak mint bábcsoportvezetők, hanem úgy is, hogy ők maguk alkotnak esetleg felnőttek egy-egy bábcsoportot. Ezeknek a bábcsoportoknak a munkáit próbálja évi egy alkalommal bemutatni a pedagógus bábjátékos találkozó. Ezen a rendezvényen vagyunk most itt, ezért jöttek el akár 400 kilométerről is, Létavértesről, Sárospatakról pedagógusok, hogy ezeket a kis előadásaikat bemutassák. Ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert a pandémia félbeszakította, vagy megszakította ezt a hagyományt, most próbálunk újraélni, és szeretnénk ezt mostantól így Sióagárdnak köszönve évről évre ismételten megrendezni. Fantasztikus! Hogy lehet, hogy ilyen szélzúgásban és esőben meghallottad, hogy sírtak, és még az utat is meg tudod mutatni? Hát tudod, akinek három füle van, az sok mindent meghal. De szeretnék megszabadulni tőle, mert mindenki csak bánt, meg csúfol miatta. Vigyük vissza a tekintetünket és az akaratunkat, hogy megint éljenek az óvodák, éljenek az iskolák, legyenek benne bábcsoportok, mert a gyerekek szeretnek maguk is játszani. Apránként visszalethozni, és akkor talán kicsit visszafogottabb lesznek a gyerekek. Én reménykedek. Ugye a remény hal meg a legutoljára, de sokáig beszélünk róla, hogy van remény. Beszéljük a reményről és a bábjátékról.